megérkeztünk el novemberbe. Várjuk a Denéket, megyünk a szállásra, mérlegelés, aztán nagy zaba. Sziasztok! Jetsz, Marci! Yes, bro. Hey, it's your boy. Let me be frank. I'm here with the biggest fighters of Hungary. Yep, yep. Very hungry. Where is it, Marcin? Meg vagyunk, köszönjük. Most megyünk vissza a szállásra. Főzünk egy jót. Valami szurinám ételt. Azt mondta Frank bátyánk. Úgyhogy adunk neki. Franknél alszunk ugyanis. Ő lesz a házigazdánk mai nap folyamán. Ő lesz a szakácsunk is, meglátjuk, hogy sikerül a visszatöltés, így van. Úgyhogy most kőkeményen megy a visszatöltés, eddig jól sikerült, mert az ebédünk már megvan, úgyhogy már boldogság van. Mit tettél, Marci? Hú, olyan hamburgert tettünk, hogy rendesen, meg magnum, fagyi, jól esett, na megmondom az összetét. Megvolt a visszatöltés. Úgyhogy holnap már csak igazából a visszatöltésünk meg lesz, holnap háború. Hogy érzed a meccset? Mit látt az ellenfeled szemében a mérlegeléskor? Mondom az őszintét, az ellenfelem egy nagyon látszik rajta, hogy rutinos srác, komoly, komoly kaliber, de viszont láttam rajta, hogy meg van illetődve, mert látom rajta, hogy nem ismerne, hogy nem vagyok Dutch guy, és látom rajta, hogy egy kicsit van benne egy kis izgulás. Úgyhogy holnap robbanunk, gyerekek! See you! Hey, you know who's living in this city as well? Who, bro? Yo, Dubida. Okay, that's my boy, the referee. Yeah. You have iron cup? Sorry? You have iron cup? No, regular. I have iron. I bought extra. We can ask him if he wants it. Somebody kicks your nut, you breaks his foot. It hurts them. Yeah. I have balls of steel himself already. Yeah. But it's true, I have a steel cup now and it's such a difference. I did it with Ricky. From Jim Harlem. Nicky? Belia? Oh yes, it's a long time ago though. I kick him, say, I kick him in the nuts, I break my foot. I know, bro. I know, bro. He's a mountain. Oh, look at him. Thank you.
Tökéletes a kezdés, Marci! Gyönyörű! Ráhúz mindig a combost! Szép a tér! Gyönyörű, Marci! Gyönyörű! Zárt vagy végig, Marci! Szép zádőlábor, zádőlábor! Te vagy már vissza! Rokkoljál, vagy rúgjad te a szomját! Gyönyörű az egyenes, csak húzd rá a lábat is! Nagyon szép, Marci! Szép, húzd rá a hátsó kezed! Gyönyörű, Marci! Csoda szép eddig! Menet felénél járunk, nagyon szép! Válasz, válasz! Gyönyörű! Mikor ledobja a fejét, húzza a bal térdest! Semmi, semmi, semmi! Kezed föl, Marci! Zárt vagy! Ne dobáld a kezed, ne dobáld! Szép! Szép! Válasz azonnal! Szép! Húzza a lábat is! Már most nagyon fáradt, Marci, testtel kicsit többet dolgoz! Fönn a kezed! Így van, és rá a láb! Szép, Marci! Marci, kötélen nem marad, jó? Kötélen nem maradunk! Szép a test! Gyönyörű, csak húzz rá, combos, szép! Blokkold a combosokat, Marci! Adad, Marci, miért be és befejezed? Nagyon jó! Jó! Jó, jó, jó! Ott a térd a kötélnél! Semmi baj, semmi baj! Gyönyörű, Marci! Válasz, Marci! Nem blokkod a combosokat! Blokkoljuk! Gyönyörű! Szép! Kötélre nem maradj, légy szíves! Kötélre nem maradj! Szép! Szép! Marci, kötélre lejövünk, irányító! Szép a comb, csak húzza a kezed! Szép! Kötélre le, Marci! Ne már nem lehet statikus! Szép, szép! Told rá a kötélre, és a térd búcsúzzól, így van! Tolja, tolja, tolja rá a kötélre, Marci! Nem esik le a kész, szép! Húzz a lábat, légy szíves! Nem esik le a kezed! Szép a test! Ne várj ennyit a térdel, Marci! És ne állj meg, amíg a bíró nem lép oda! Aktív a klincs! Nem állunk meg dolgozni! Szép! Jó volt, Marci, ne baj! Nagyon szép volt! Szép!
high pace. Same, same. He's like really breathing heavy. You see this? Yeah, of course. Oh. No! Marci, tolói siet, rúg vissza a kötélre! Tér, tér, tér! Marci, lábbal többet kell dolgozni, gyerünk! Szép, rá láb! Szép, csak húzd már azt a lábat! Szép! Mindent beladunk, Marci! Válasz, légy szíves! Szép a test! Gyönyörű, gyönyörű! Zseniális, ugye csak stopnál állsz meg, Marci, ugye csak stopnál! Nem esik le a kéz! Szép! Jaj, de szép! Zseniális, Marci! Jó a test! Most egy téd! Marci, dolgozz meg, a bíró nem lép be, nem állunk meg, nincs üres járat! Szép! Szép, Marci, de megint lemaradt a láb! Egy ilyen jobban találsz, húzd rá a bal combot, bal testet! Szép! Szép, Marci! Sarokból kijövünk! Sarokból kijövünk! Tér! Nem maradhat le semmi, Marci, kötélről le! Szép, de húzz rá azt a bal lábat! Ne dobáld vadul a kezed, készíts fölt és zárd le lent! Zárd le lent lábon, Marci! Marci, gyere! Szép, Marci, ez az, forgass rá a kötélre, gyerünk! Forgass be és dolgozol! Marci, aktív vagy, aktív vagy, aktív vagy, gyere! Fönn a kezed, fönn a kezed! Szép! Húzd rá a lábad! Gyere, Marci, gyere! Szép! Jó! Gyere, gyere, gyere! Nagyon szép, Marci! Marci, térd fejre, gyerünk! Ledobja a fejét, nagyon húzd rá a térdet! Szép! Szép, Marci, jössz, jössz, jössz! Szép! Marci, előre jössz, előre jössz, előre jössz! Nincs hátrálás! Szép! Rá a lábad! Szép, és ott ez a térd, leesik a feje! Marci, gyerünk! Gyere, 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 jössz, jössz, jössz! Szép! Húzd rá a kezed! Ne hátrálj! Marci, nincs hátrálás, mi jövünk elő, nem vagyunk kötélnél, Marci! Fél perc sincs, gyerünk! Marci, fél perc a célodig, gyerünk! Gyere, 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 szép! Hullad a láb, homorad a láb! Szép! Szép, Marci, szép! Dolgozz, dolgozz, dolgozz! 10 másodperc, Marci, gyerünk már! Húzzuk meg! Gyere, gyere, gyere! Zárd le keményen, szép a comb, válasz mindenre, gyerünk! Szép, és ott a tér! Jó! 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 Tedd fel a kezed! First of all, ladies and gentlemen, a big applause for these two fighters, Melts Bohart and Marcel Kuhn. Well, for 3 rounds and 3 minutes, we've gained the points and we have a winner. And the winner is the man in the blue corner. Fuck! Brutál jó meccs volt. Nem büszkék vagyunk rád, Marci, ez nem semmi volt. Sajnos így alakult, de... Nem sikerüljünk vissza? Nagyon nagy!
Itt vagyunk akkor Marcival a mérkőzés után, mint látjátok a jóképű arcán, sok kárt nem okoztak rajta. Azért mesélj, hogy milyen volt a mérkőzés, és hogy esetleg mit fáj a meccs után, hogy érezted ott bent a dolgokat? Megmondom az őszintét, először is sziasztok, köszönöm szépen a felkonferációt. Nagyon-nagyon jó volt maga a meccs, életemben először tényleg úgy gondoltam, mikor mielőtt beléptem, hogy igen, eljött az idő, hogy megmutassam, amit tudok. És meg is mutattam, sajnos pontozással elment a meccs, de ennek ellenére egyáltalán nem vagyok letört, meg lehangolt, mert ami volt, mindent kiadtam magamból, és úgy gondolom, hogy egy profi remek meccset csináltunk az ellenfelemmel. Ráadásul egy nagyon tiszteletudó, nagyon rendes rác volt, utána beszélgettem vele egy ilyen fazon. A benti élményeim azok olyan ilyen kétesek voltak, mert mielőtt bementem, beszélgettem ugye több emberrel, mondták, hogy nagyon kemény jobb keze van, vigyázzak rá, stb. Ahhoz képest meglepően a fejem, mint látszik, jó bírta. Betonál. Nekem nem az lesz majd a becenevem, hogy Stone Hand. Stone Chain. Stone Hand. Úgyhogy jól éreztem magam nagyon tényleg, és maga ez az élmény, hogy egy éve kezdtem el versenyezni, ugyanis februárban még egy IKO zalaegerszegi úgymond országos bajnokságon, és most a világ egyik legnagyobb szervezeténél meccsezhettem. Srácok, ez egyszerűen felülmúlhatatlan érzés, és higgyétek el, bármilyenkor az eredmény, az ember már csak annak örül, hogy azon a 10 méteres pódiumon végigmehet, beléphet egy olyan ringbe, ami világbajnokat látott már, és te abba bunyózhatsz. Hát, egyszerűen fenomenális, eszméletlen. Fájdalmakról, sérülésekről a mesterem azt mondta, hogy itt látszik, hogy nagy a tütök. Kicsit elütöttem a kezemet, kapott egy jobb horgot oldalról, és ott találtam nózin, el is ment neki az orra, nekem a kezem, az orrám, úgyhogy neki is beton feje volt. A lábam itt-ott egy kicsit fáj, de hát ez szokásos. Itt van, bal combom van megdagadva igazából, de semmi extra, nincs olyan különösebben nagy gondom. Mondhatnám, hogy volt ennél sokkal keményebb harcom, amin nagyon-nagyon megszenvedtem. Például Mosó-Magyaróváron, Anasz ellen ott azért kiukadt a szám, ott kezdődött, sírtam, vicsorogtam utána, mint valami kölyök patkány. A lábam az kétszer ekkora volt, mint most, úgyhogy megmondom az őszintét, hogy nagyon jó napot zártunk, ilyen meccseket néztünk utána, tehát úristen! Ez lett volna a következő kérdésem, hogy ugye VIP-ban nézhettük végig, hála a szponzoroknak is, egyébként Robi, Norbi, köszönjük nektek is! Köszönjük szépen! Milyen érzés volt ott VIP-ban végignézni az elképesztő meccseket? Úristen! Oh my god! Azt képzeljétek el, hogy ülsz, és érzed a nyál, az izzadság és a vércseppeket az arcodon, hogy jön, és nem akarsz onnan elmozdulni, mert annyira, és olyan meccsek, olyan embereket, tehát olyan embereket láthattunk, akiket mondjuk sokan csak tévében, YouTube-on, mi meg három sorral a ringtől azt néztük, hogy püfölik egymást. És egyszerűen fenomenális érzés, tényleg. És mindenki tisztelettudó volt, jó fejek voltak a srácok, az összes bunyós. Tehát ez a showtime. Ez így van. És ehhez fűzném hozzá, hogy mikor kérdeztük, hogy Marci ezt mióta csinálja, és akkor mondtuk, hogy csak egy éve megmérkőzik ringben, mint ahogy mondta, és most Marcit nem hitték el, azt, hogy ez kizár dolog. Így 19-es srácon már itt jár, hogy Infusionben bunyózik, és ugye már szeptemberre vissza is jövünk, ugye az már hivatalos. Azt kell mondanom, hogy csodálatos volt. Mit szólsz még a hazaiaknak, akik szurkoltak neked? Megmondom az őszintét, hogy először is köszönöm az összes támogatómnak, mindenkinek, aki támogatott ebbe az útba, mert nélkületek nem lehetne ez az élmény most a szívembe. És köszönöm az Úrnak, dicsőség Istennek, mert nélküle nem lehetne tehetségem, nem lehetnék itt,
nem lehetnének ilyen jó emberek körülöttem, úgyhogy hálás vagyok mind az embereknek, de leginkább hálás az Úr Jézusnak, hogy tényleg itt lehetek. És megmondom az őszintét nektek, srácok, hogy Úristen, el se hiszem, hogy ennyien izgultatok értem, ennyien követtek, ennyien nézitek úgymond a kis pályafutásom eddig, és le a kalappal előttetek, tehát minden tiszteletem így tiétek, esküszöm. Én a dolgomat végzem, ti meg egyszerűen ilyenek vagytok, srácok, és a szívemben van egy kis hely, ami mindig a tiétek lesz. És mindig egyre többen lesznek, Marci. Így van, így van. Itt valahol a fönti tájékon lesz egy kis zug, azt oda mindenki szépen bemegyünk együtt, és ott bulizunk. Úgyhogy most meg megérkeztünk a szállásra. Geri bácsi már izéba van, flóba van. Úgyhogy nagyon jó a szállásunk, szép, tiszta, rendezett. Kicsit eltesszük magunkat. Bálinttal holnap már megterveztük a reggelinket, hogy nutellás palacsintázunk, úgyhogy... A bajnokok reggelije. A bajnokok reggelije. Teszi habbal, a mesterem kérte, hogy mindenképpen legyen. Anélkül nem palacsinta a palacsinta, úgyhogy... Jogos. Úgyhogy most alszunk, eltesszük magunkat, aztán holnap jelentkezünk újra. Puszi mindenkinek! Mi helyzet, Marci? Meg vagyunk, köszönöm. Jó megérdemelt holland sör. Jó képességű. Én már kicsit beájultam tőle, de pedig még csak egy picit ittam belőle. Fáradtság. Kijött belőle. Várod, hogy otthon legyél? Őszintén megmondom, igen. Az egyik szemem sír, a másik nevet. De mennék még egyszer bunyózni. Azért hamarosan visszajössz, és újra lehet majd. Így van. Kicsit elütöttem a kezem, nem? Igen, azért ez nagyon csúnya. Tegnap már mutattuk nektek, most azért látszik, hogy bizony kemény fej volt az a mellgyerek. Mester, per utolsó szó, mielőtt indulunk haza? Nagyon jó volt, nagy élmény volt, sokat tanultunk, javítjuk a hibákat, és megyünk előre tovább. Szeretnénk visszajönni még az Infusionbe. Az biztos, bőven fogunk jönni. Szeptember 12. Yes. Sziasztok!